Több mint 530 ezer menekült érkezett már Magyarországra a háború kezdete óta. Az utóbbi időben nagyjából állandósult a számuk, mert 10-12-14 ezeren jönnek naponta. Továbbra is a 90%-uk nő és gyerek, tehát valódi háborús menekültekről van szó. Sokan közülük mennek tovább nyugatra, de napról napra nő azoknak a száma, akik hosszabb távon is itt képzelik el a jövőjüket. Meleg ételt és italt kapnak a menekültek. A tiszabecsi segítségponton folyamatosan támogatják őket egy hónapja a nap 24 órájában. A menekültek közül sokan traumatizáltak, így szükségük van lelki támogatásra. Éjszakánként az óvóhelyen voltunk, nappal merészkedtünk csak ki, hogy meg tudjunk mosakodni. Nagyon féltünk, mondta ez az ukrán nő. Vannak, akik Tiszabecsen maradnak, és befogadó családhoz kerülnek, de a többség tovább utazik. Ez már Budapest, a humanitárius tranzitpont. A határmenti segítségpontokról ide érkeznek a menekültek. A bokcsarnokban ételt és italt kapnak, kipihenhetik magukat, és ha kell, megszervezhetik nekik a tovább utazást. Közben pedig tájékoztatják őket a jogszabályokról és a munkalehetőségekről. A gyerekeknek pedig játszóházat alakítottak ki, ahol a szakemberek foglalkoznak velük azért, hogyha rövid időre is, de megfeledkezhessenek a nehézségeikről. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok kisgyerekkel jönnek, nagyon éhesek, nagyon szeretnének mi hamarabb egy olyan megoldást keresni az életükre, hogy hogyan tovább, merre induljanak. Kérik segítséget vonatjegy, helyjegy megvásárlásban, illetve kérnek információt a tekintetben, hogy tudnak-e tovább menni repülővel. A rendőrség munkatársai a pályaudvarokon és a bokcsarnokban is ott vannak. A fővárosban naponta átlagosan 1000-1500 menekültnek segítenek. A budapesti rendőrfőkapitányság és a készenléti rendőrség erői továbbra is jelen vannak Budapesten, Kőbánya felső vasútállomáson, és mindenben segítünk az Ukrajnából vonattal érkező menekülteknek. A tegnapi napon közel 1500 menekültet fogadtunk, amelyből több mint 400 gyermek volt. Akadnak azonban olyanok is, akik hosszabb időre szeretnének Magyarországon maradni. Egerben például a helyi munkásszállóban alakítottak ki lakhatási lehetőséget. Soltész Miklós államtitkár ukrán nyelvű mesekönyveket adott azoknak a gyerekeknek, akik itt találtak új otthonra. Ezek a menekültek szombaton hajnalban érkeztek a Donyeck medencéből. Mindannyian a hazájukban szolgálatot teljesítő rendőrök és tűzoltók hozzátartozói. Pici gyerektől nagyobb, akik itt vannak, és ami egyben persze szomorúságot is jelent nekünk, hiszen ezek a családok szét vannak szakítva. Itt nincsenek itt az édesapák, nincsenek itt a nagyobb testvérek, akik felnőtt korúak, nekik a háborúba kell ott maradni, na most ezt mi szeretnénk elkerülni. A háború kirobbanása óta a kormány azt hangsúlyozza, hogy Magyarország minden segítséget megad a bajba jutott embereknek, azt azonban el kell kerülni, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba.